A Békés Csabai Jókai Színház, a Kőrös Irodalmi Társaság és a 21. század magyar drámájáért alapítvány 2014. március 27-e és 30-a között rendezte meg a 19. magyar drámaíró versenyt. A rendezvény házigazdája immár 5. alkalommal a Békés Csabai Jókai Színház volt. Ezen a megmérettetésen Székely Csaba, a Bánya trilógia szerzője nyerte el a közönség díját. A verseny résztvevőinek a heti válaszban a 4-es metró és a többi hazai metró építéséről szóló, az Alagút vége címmel megjelent összeállítása alapján egy éjszaka alatt kellett elkészíteniük a színpadi művet. Az így született rövid darabokat szombaton a Békés Csabai Jókai Színházban mutatták be. A legjobb rendezés díját Szabó K. István, a Nagyváradi Szigligeti Színház társulatának művészeti igazgatója nyert el, Székely Csaba darabjának rendezéséért. Igazából nem is nehéz, meg nem is könnyű, mert ugye ilyenkor maximálisan a spontaneitásunkra támaszkodunk, tehát az első ötlet ilyenkor a nyerő, mert ugye nagyon sok időnk nincs kipróbálni a másodikat, meg harmadikat, sos a többit, úgyhogy elindultunk egy szálon, azt hiszem izgalmas, ezt próbáljuk továbbfejleszteni, és 2-3 próba alkalmából annyira megérdelni, hogy ebből akár élvezhető, érdekes, izgalmas előadás legyen, de igazából nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy maga ez a szöveg, ez a drámai mutassa magát. De egyfajtában is nagyon-nagyon lassú, érted? Azért, hogy megtartsd ezt. Feszültséget kell tartani. Hát én nagyon szeretem ezt az anyagot, de most nehéz lenne osztályoznom 10-es skálán. Nem is szoktam ezt, nem is tudnám. Uh-huh. De azt kell mondjam, hogy remek kicsi anyag, tehát jól tudunk rajta dolgozni, és ez a legfontosabb. Tudod, amiről győz ő meg? Hogy el. Hogy figyelj, tessék, lavina kellett, na akkor elindítom. Hát azt gondolom, hogy az emberi sorsok, hiszen a metróépítés az önmagában egy parabola ahhoz, hogy tulajdonképpen egy volt arisztokratának, de a mába fordítomak egy értelmiségének a drámájáról szól a történet. És ebben az értelemben tehát az egyéni sorsa érdekel, és azt teszi számomra vonzóvá. Dehogy nem. Nem. De! Helga nénéd az anyád. Ki? Helga néni? Nem. Helga csak megszült téged, kicsim, de Edith maradt az anyád. De én szoptattalak, mert nekem volt tejem, hogy mitől az csuda, de volt. Nyugodj meg. Ugye akkor nagyon izgalmas, hogy egy ilyen abszurd felé irányuló játék a lehetőséget dob fel a darab. Ettől szerintem kőkemény kihívás, hiszen mi meg el is fogadtuk ezt a kihívást, és egy ilyen nagyon erős stilizációt kezdtünk. És egy ilyen éles ellenpont kezd kivonalazódni, egy realista és egy ilyen szigális játékstílus között. Ez ugyanakkor meg azért egy nagyon veszélyes is annyiban, hogy ilyen rövid idő alatt ezt a fajta stilizációt nagyon nehéz elérni, de azt gondolom jó irányba haladunk. Én számítottam rá, hogy nem egy olyan szöveggel fogok találkozni, ami első pillanatban megadja a nagy ihletet és a nagy lökést. A szövegben van potenciál, szerintem foglalkoznunk kell vele, illetve hát színpadképesség kell tenni. A 4-es metró szelleme vagyok. Hát a mozi, amit a fejemben látok, az elvileg rendben van. Itt az a kérdés, hogy ebből az a mozi hogy lesz meg, amit én a fejemben látok. Tehát nekünk most az a dolgunk a holnapi nap folyamán, hogy a valóságot ahhoz a mozihoz közelítsük, ami az én fejemben forog. Tetszik nekem az, hogy mindenki meg akarja a szerepét védeni, nem akar engedni a szerepéből, ez nekem tetszik, de nekem meg az a dolgom, hogy ne csak szerepek érvényesüljenek, hanem maga a szöveg. Hát addig próbálunk, amíg tudunk, amíg valamilyen formát adunk neki. Itt ülne ezen, látod? Tehát ez a hatás. Nekem nincs semmiféle viszonyom a metróval. Én nagyon vidéken születtem, még a villamossal sincs különösebb viszonyom.
Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.